Bérmálási szentmisét tartottak június első vasárnapján Kartalon, ahol Tamási József apát plébános meghívására Bér Miklós megyés püspök is megtisztelte jelenlétével az egyházközséget. A szentmise bensőségesen és rendkívül szokatlan énekkel kezdődött. Mert hát jubilálunk veled együtt. 20 évvel ezelőtt volt a püspök atya 50 éves, ennyit elárulunk. Boldog szüli napot, boldog szüli napot, boldog szüli napot, püspök, boldog szüli napot. Tudtok mást is? Mehet. Tóth Ilkó Mihály, Kartal polgármestere ünnepi beszédében megköszönte a püspök úrnak, hogy Tamási József apát személyében egy olyan plébánost kapott a település, aki közvetlenségével, baráti közeledésével bevonza az embereket a templomba, újra visszaadja az emberek hitét, és sokat tesz a civil közösségekért is. Nyitott ajtóval várja az érkezőket a plébánián, onnan, illetve tőle még senki nem távozott úgy, hogy kérését, problémáját, panaszát ne orvosolta volna. Boldogan mondom, hogy a lakosságból erre a legnagyobb értékelő mérce, hogy sok új látogatója lett a templomnak, sokkal többen járnak szentmisére. Ma bérmálkozásra felkészített fiatalok sorakoznak itt, hogy a püspök úr, mint apostoli jogutód, a bérmálás szentségének kiszolgálásával részesítse őket. A jó talajba vetett jó mag talán csak évek múlva hozza meg a gyümölcsét. De mi e naptól reménykedünk, hogy ez így lesz, és ezzel hazánk is, népünk is gazdagabb lesz. Isten hozta, és munkájában Isten áldja meg a megyés püspök urat. A bérmálás katolikus szertartás, melynek során kézrátétel vagy felkenés útján közvetítik a Szentlélek ajándékait a bérmálkozó számára. A bérmálás szentségét minden megkeresztelt és meg nem bérmált ember fölveheti, és kell is, hogy fölvegye, mégpedig időben, szól a katolikus kánon tanítása. Magyarország legtöbb egyházmegyéjében 13-14 éves korban részesítik a felkészült fiatalokat a bérmálás szentségében. Mi Szent István népeként, mi magyarok az egyház közösségéhez tartozunk, és azt a krisztusi hitet kaptuk örökségül, aminek a záloga az eukarisztia, az oltári szentség. Annak a krisztusi hitnek az örökösei vagyunk, hogy Isten velünk van, nem hagyott árván minket. Kedves bérmálkozók, ezt a gondolatot szeretném most közelhozni hozzátok és veletek újra átélni, hiszen a bérmálásotoknak a feltétele az, hogy most saját magatok
hitvallást tegyetek. Úgy, amint egykor a ti szüleitek, keresztszüleitek a keresztelésetekkor tették, most ti tegyetek hitvallást erről az isteni szeretetről, amit Jézus Krisztusban megismertünk, és amit ma szerte a világon, vagy legalábbis ezekben a napokban, az Úrnap ünnepén újraélünk. Nem hagylak árván titeket, veletek maradok minden nap a világ végéig. Isten megváltó szeretete a bennünk lakó Szentlélek által lesz a miénk. Mi lélekből élő emberek vagyunk, akik képesek vagyunk a jóságra, a megbocsájtásra, az önzetlenségre, az igaz szeretetre. Ez a mi hitünk. Ezt kaptuk örökségül, és Szent István óta a nemzedékek ezt adták tovább. Ebben az esztendőben a Kartali Szent Erzsébet Egyházközség templomában 30-an vették fel a bérmálás szentségét. Kit választottál védőszentül? Keresztelő Szent János. Jézus azt mondta, hogy nem született kedvesebb a Jóisten színe előtt Keresztelő Szent Jánosnál. Ez az igaz ember, aki előfutára előkészítője volt Jézus küldetésének. Hát gondolj te is arra, hogy most ebben a pillanatban te is a legkedvesebb vagy a Jóisten előtt. János, vedd a Szentlélek ajándékának jelét. Béke veled, nagyon örülök. Az Egyházközség képviselőtestülete nevében Vaskó János köszönte meg a püspök úrnak, hogy a fiataloknak kiszolgáltatta a bérmálás szentségét. Jó lenne, ha megértenék, és ezért imádkozzunk is, hogy megértsék, Istennek terve van velük, és feladatuk van a világban. Mi is ez a feladat? A megváltás és a teremtést nincs befejezve. Krisztus azt akarja, hogy az emberek folytassák az ő művét itt, a Földön. Isten szeretetből teremtette az embert, hiszen Isten maga a szeretet. Még egyszer megköszönjük eminenciádnak a közreműködést, és születésnapjára gratulálva, valamint püspöki székfoglalójának 10. évfordulójára is emlékezve, azt kívánjuk a megbérmáltaknak, hogy tegyék életcéljukká püspök atya elmondatát, permanentes in fide, rendületlenül a hitben. Isten hozta, Isten éltesse püspök atyát. A Szent Mise végén a plébánia mögött kialakított mindenki parkját tekintette meg, majd szentelte fel Bár Miklós megyés püspök. Megkérem püspök atyát, avassa fel, majd szentelje fel a mindenki parkját Kartalon. Örömmel. Jézus nevével. Te sikerült azért. Jöztünk, akkor ez a tiéd emlőbe. Köszönöm szépen, ez meg a tiéd. Köszönöm. Urunk, add megszentelő áldásodat erre a közösségi házra, Atya, Fiú és Szentlélek. Amen. Mondjátok el a Józsi atyának, hogy fölszenteltem. Az eszközöket rögtön birtokba is vették a hívők és a püspök úr is. Na. De ez barátságos mérkőzés. Ez most akkor nem volt egészen szabályos. Ez nem ért. Még egy utolsót. Föladom. Nem akarom égetni a náci püspököt, de 2-0. Hol állunk most?
A kartali katolikus plébánia hátsó kertjében, amit a mai naptól kezdve mindenki parkjának fogunk nevezni. Ugyanis ide várok mindenkit. Itt lesz, illetve van, hála Istennek már, homokozó, van hinta, van csocsó, van pingpongasztal, van lengő teke, és hát természetesen ülőhely, tető alatti ülőhely is alkalmanként különböző rendezvényeknek helyszínt biztosítva. Ez tehát egy használaton kívüli terület volt, egy ól, illetve egy sufni, nagyon nagy rendetlenséggel, nagyon sok szeméttel, 3 konténernyi szemetet szállítottunk el az épületekből, a padlásterekből és innen-onnan, és utána kezdődött az épületek felújítása, vakolása, lesimítása, végül még kifestése is, mert felső tagozatos gyerekek a művész tanáruk segítségével pingálták föl ezeket a kedves képeket a különböző falfelületekre. Az ülőhelyet jóval kisebbre terveztem eredetileg, egy 6-8 embernek, de itt az Egyházközség képviselőtestületi tagjai is azt mondták, hogy és mi van, ha többen akarnak esetleg leülni, itt akarnak bográcsozni, és utána egy névnapot, egy kóruspróbát és valamelyik kórustag születésnapját itt akarják megünnepelni, vagy például szándékomban van a nyugdíjas klubot meghívni, magam is a klub tagja vagyok, a népi díszítőművekkel ékesített szoknyájú asszonyságokat, tehát a kórust, és hát például már most júliusban 2 egyhetes tábor lesz, amikor 40-40 gyerek lesz itt reggeltől estig, tehát napközi otthonos tábor, hát ahhoz is kell, hogy legyen ülőhely, legyen szórakozóhely, és az öregekre is ráfér. De arról álmodok, hogy még itt a homokozó mellett is majd csinálunk is még egy padot, mert tolják erre a kisbabákat, vagy jöjjenek a kicsikkel az anyukák, apukák, közben ők üljenek itt le, beszélgessenek, tehát itt randevúzzanak például az anyukák, vagy a házaspárok, vagy különböző közösségek. Itt beszéljék meg, hogy találkozunk és itt érezzék ők is jól magukat, miközben a gyerekeik is jól érzik magukat. A közösségi udvar igazi összefogásként jöhetett létre. Ez alkalomból oklevelet adtak át a kert kialakításában segítkezőknek. Név szerint Nagy Imrének, Fullér Balázsnak, Lados Józsefnek, Lados Lászlónak, Holeca Lászlónak, László Mihálynak, Gergely Jánosnak, Hlágyel Pálnak, Bognár Pálnak, Varga Jánosnak, Kalcsó Jánosnak, Varjú Lászlónak, Ladócsi Lászlónak, Mészáros Istvánnak, Homok Mártonnak, Péter Tibornak, Pap Ferencnek, Mackó Jánosnak és Konko Istvánnak. Az apátúr hálát ad a Jóistennek és a sok segítőnek, aki munkájával támogatta elképzelését. Férfiak, felnőtt, nem is csak fiatal férfiak, rengeteget dolgoztak itt, reggeltől estig 5-7 óta, 5 hete, vagy például néhányan, összesen 1.640.000 forintot adtak, úgy, hogy nem a perselybe bedobva ki tudja milyen összeget, hanem a kezembe adva 10.000-eket, 100.000-eket, és ezzel tudjuk finanszírozni. Munkadíjat csak 2 férfinek kellett, hogy adjak, mert azok olyan komoly időigényes munkák voltak, és nekünk már nagyon kellett, hogy itt legyen és csinálja, de az összes többi ingyen és bérmentve dolgozott. Az összes játékot, a homokozót, a csocsót, a pingpongasztalt, mindent úgy kaptunk ajándékba. Tehát arra nem kellett semmit fizetni. Ahol vásároltunk tűzépnél, vagy az ikladi műszergyárnak a gumi préselő üzemében, mindenhol kaptunk árkedvezményt, mikor megtudták, hogy hova lesz és milyen céllal, mert például ugye a pingpongasztal alatt van egy ilyen 5 centi vastagságú szőgyek padló gumiból, hogy azon jól lehet mozogni. Ugyanígy a hinta alatt, ahogy az Európai Unió ezt már meg is követeli. Tehát nagyon sok mindenben hihetetlen, hogy jöttek a segítségek. A Mindenki Parkja a Szent Erzsébet kerten keresztül közelíthető meg, reggeltől estig látogathatja a falu közössége. A bérmálási szentmisét műsorunkat követően teljes terjedelmében megtekinthetik a Régió Plus televízióban.